Köszönöm szépen. Nos, 100 évvel ezelőtt kezdett el gyűjteni Bartók Béla és Kodály Zoltán magyar népdalokat. Létrehozták nem csak a világ legnagyobb gyűjteményének az első néhány ezer dallamát, hanem egy új tudományágat, a népzenei tudományt is létrehozták, és azóta a világ ezt másolja. Ők voltak az elsők, akik azt a fajta rendszerezési technikát bevezették, amiből ki lehetett mutatni egy-egy dallamnak az eredetét, a korát és a rokonsági fokát. Vannak olyan dallamaink, amik csak a mieink. Vannak olyan dallamok, amikről azt bizonyították be, hogy 2000 év óta élnek velünk, magyarokkal. Mindenütt, ahol magyarok vannak, ezek a dallamok megvannak. Mindenütt, ahol mások élnek, ott viszont nincs meg a környezetünkben. Ezeket a dallamokat nagyon sokan úgy ismerik a világban, hogy a páva dallamok. Ez köszönhető annak, hogy a Fölszállott a páva népdal egyik ilyen szép példánya, szép mintája ennek a dallamcsaládnak. Ilyen dallamok szólalnak meg most egy különös hangszerrel. Ez a hangszer a hosszú furuja. A hosszú furuja, ahogy a neve is mutatja, egy hosszú furuja. Somogyban készítették a pásztorok maguknak úgy, hogy a mérték a karjuk hossza volt. Azaz, a lehető leges leghosszabbat készített, amit még ők meg tudtak szólaltatni. Tehát fújja a hangszert, és az utolsó lukat még épp eléri. Egy nálánál kisebb termetű pásztor ezt a hangszert nem tudta volna megszólaltatni. Éri Péter barátom számára készítettek az ő 185 cm magasságának megfelelő hosszú furuját. Íme. Nos, és a hangja, még arról muszáj egy szót szólnom, egy különös, rezonáló hangot fogunk hallani. Ezt úgy éri el a zenész, hogy nem csupán fújja a hangszert, hanem énekel. Bele a csőbe. Bele dúdol egy másik dallamot, és ez a két dallam összeadódik. A furuja természetes hangja, és a csőben megjelenő énekhang. És ez adja a hosszú furujának ezt a különös hangját. Felszállott a páva. Oh,
Olyan hangszerrel folytatjuk, ami csak nekünk van, ezért nincs is más nyelven megnevezése, ez pedig az ütőgardon. Szoktam mondani külföldön, hogy hát mivel hogy nincs, próbálják ezt a magyar szót magukévá tenni az olaszok, franciák, japánok, bármerre járunk, ütőgardon. Nem olyan nehéz kimondani, de úgy látszik nekik ez még nehezebb. A maga hangszer igen egyszerű, egy dob. Egy olyan dob, amit húrokkal, egy fatestre szerelt hangszerből csalogatnak ki egy dobhangot. Csíkban, Gyimesben és Gyergyó környékén használják. Ezt a hangszert egy fából faragják ki. Egyetlen egy fából van az egész, mint egy ilyen teknővájú eszközökkel csinálják, illetve a fedőlap egy másik, amit rátesznek, és ezt úgy 100 évente cserélgetni szokták. Amikor olyan országokban vagyunk, ahol büszkén mutogatnak egy 100 éves templomot, mint antik templomot, akkor sokszor belimbújik a kis ördög, és a koncerten szoktam mondani, hát pedig ez ilyen Amerika, Ausztrália, Kanada, ezeken a helyeken. Mondom, hogy ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, nézzék meg, milyen régi lehet az mi kultúránk, hogyha pusztán ez a hangszer, amit a kezemben tartok, több mint 250 éves. A válasz. Wow! Na most elmondom, de én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezt el ne árulják. Ezt a hangszert 5 évvel ezelőtt készítette egy barátom. Tehát ez nem 250 éves hangszer, csak úgy készült, mint a régi 250, egy fa szobrász volt ez a fiú. Lemásolt egy 250 éves hangszert, de hát ez egy pontos másolat, de hát Amerikából ez mindegy. Ott... Le kéne ülnöm is úgy játszani, de most állva fogok. Nem ezért. Csak a látvány kedvéért. Thank you.
Nos, hát ez egy nagyon furcsa, szokatlan zene volt, most pedig, amivel folytatjuk, egy ballada. Egy betyár ballada. Ez nagyon érdekes, amikor a gyűjtők járták a falvakat, mindig találtak egy-egy olyan asszonyt vagy embert, vagy aki különösen szeretett énekelni, és amikor sokat jártak vissza hozzá, kiderült az, hogy amit énekel, az az élete. Az azt jelenti, hogy nem csak véletlenül jönnek azok a dalok, hanem mint egy Jónás kiénekli magából az, ami őt belülről bántja. Nem is nagyon volt arrafele idegbeteg és lelkibeteg ember, mert az imádság és az ének gyógyított. Viszont ott vannak a betyár balladák. Ez meg miről szól? Hát a betyár a saját életében egy igen kegyetlen haramia volt nagyon sokszor, tényleg egy rabló, gyilkos, és hát szóval nem egy jó ember. Mégis a nép szemében hősök. Valószínűleg azért, amiért az írek is úgy tekintenek a törvénykezésre, mint mi magyarok, hogy olyan sok száz évig volt az, hogy úgy érezhettük, hogy itt a törvény nem értünk, hanem ellenünk születik, hogy a törvénynek a megszegése a szinte hazafias, szinte nemes cselekedet volt. Tehát igazából a betyároknak az életében az emberek szabadság vágya van. És ez a ballada is igazából, hát most meghalljuk, mert ugye magyarul nem kell lefordítanom most angolra, hogy miről is szól, hát egy korrupt rendőrről, a korrupt zsandárokról. Nem is zsandár alá való.
madár is rab lenne, még a madár is rab lenne. Kérdezik, mi a nevem, hol az utazó levelem. Kettőt mindjárt agyon lőttem, ez az utazó levelem, ez az utazó levelem. Befejezésű pedig egy rövid improvizálás következik. Az improvizálás zenei szaknyelven rögtönzést jelent, a rögtönzés pedig minden élőzenének a lényege. A mai világban már ezt a jogot elvették a klasszikus zenészektől, a népzenészek viszont sose engedték ki a kezükből, ugyanis ők nem ismerik a kottát. Olyannyira nem, hogy nagyon sokszor a nevüket se tudják leírni, az agyukban viszont benne van sok száz vagy ezer dallam, és még egy tudás, hogy hogyan lehet ezeket a dallamokat változtatni, hogyan lehet egy hangulatot teremteni és követni. Ezt a legnehezebb megtanulni nekünk, városi zenészeknek, akik ugye kottisták vagyunk, a zeneiskolákba jártunk a kicsi gyerekkorunk óta, mert a felvétel, ha véletlenül készítenek egy nagyon jó minőségű felvételt, amit sokszor lehet hallani, ez olyan, mint egy fénykép. Egy fényképből pedig a mozgást, egy koreográfiát nem nagyon lehet megtanulni. Tehát nem volt más választás nekünk sem, mint hogy amit a Kodályok és Bartókék csináltak, leutazni a zenészekhez, de mi együtt laktunk velük. Porteleki László egy ilyen családnál, zenész családnál élt sokáig, Erdély kellős közepén, mezőségen, Magyar Palatka nevű faluban. És az ottani zenészektől tanulta azt a fajta rögtönzéses technikát, azt a fajta improvizációt, amivel itt mi búcsúzunk, és átadjuk újra a színpadot a tudománynak. Thank you.